1986 tavaszán történt. Egy óvoda mosodájában dolgoztam. Nagy, 50 kilós tartályokban tárolták a mosóport. Én pedig meg akartam emelni és arrébb vinni. De hirtelen a térdem kificamodott. A lábam csak 45 fokos szögben tudtam behajlítani, tovább nem. Rettenetesen fájt, ezért orvoshoz mentem, aki megoperált. Azt mondta, a bal térdemben és a vádlimban elszakadt az inszallag. Az operáció során felnyitotta a térdemet. Egy ponton az operáció óta is folyamatosan érzékeny volt a térdem, alig lehetett hozzáérni. A fájdalom szinte elviselhetetlen volt, annyira, hogy már dolgozni sem tudtam. A jobb lábam is elkezdett fájni. A fájdalom egyre erősödött. Újra elmentem az orvoshoz, de nem tudott segíteni. Ültem a tévé előtt, műsort keresgélve, és rátaláltam a 700-as klubra. Megnézem a 700-ast, mondtam. Oda kapcsoltam, és Gordon pont akkor imádkozott, a tudomány beszédét szólta. Egy sérülés következtében elszakadt a térdében az inszalag. Isten most meggyógyítja és helyreállítja ön a Jézus nevében. Felkiáltottam, Uram, hiszen ez én vagyok. Felpattantam, gyorsan rácsaptam az érzékeny részre, de már nem fájt. Elkezdtem dicsérni az Urat. Köszönöm, hogy meggyógyítottál. Azonnal meggyógyultam. A fájdalom teljesen eltűnt. Végre az ágyban is bárhogyan fekhettem. 55 éves vagyok, de a gyógyulás óta nagyobb súlyokat emelgetek, mint 25 évesen. Istennek adom ezért a dicsőséget.